ilyen fuvarokat kínálnak fel. Nézzük meg. Saját kamionnál egy fuvar. El lehet venni. Ez... jó lesz. Átmegyünk Csehországba. Elfogadtam a fuvart. Mindjárt átolhatunk erre a... kocsira. Hogy én is itt jövök. Most nézd meg. Kéne összeolni a helyet. Szörnyű. Szörnyű. Komolyan mondom. Arra azért kíváncsi lennék, hogy miért van itt ekkora forgalom. Egyébként Szegeden vagyunk most. Nem fér át, biztos átfér. Így. Megnézzük a... bevetjük az összes lóerőt. Semmi. Kicsit vissza. Sikerült. Na, elég sok időt elvesztegettem ezzel a városi forgalommal. Kikapcsoljuk ezt a differenciálműves történetet. Kénytelen leszek itt előzni. Egyszerűen tötymörögnek, tötymörögnek. Ez is tötymörög, ez a turista busz. Itt van egy lehajtó, ezt megpróbálom nem elrontani. Ezek a lehajtók általában elég élesek. És is fennakadta. Hát le kell erről tolatni, úgy látom. Hátra menet. Így, és egy picit nagyobb ívbe kell bevenni. Ugyanis a tükörből azt látom, hogy beakadt a szalagkorlátba a pót. De minden jó a jó vége. Úgy nézem, autópálya jön. Autópálya, akkor pedig padlógáz. Hát nem hagy. Végül is a leálló sáv az egy különálló sáv. Így. Ez a kamion, amit most vezetek, 145-tel tud menni. Úgyhogy ez elég jó kis tempó. Elég rosszul gyorsul, de egyszer felgyorsul, akkor szinte megállíthatatlan. Megelőzzük ezt a turista buszt, utána azt a kamiont. Elértük a 100-as tempót, 80-as korlátozás van. Ez elvileg az M5-ös autópálya. Itt van elő, arra most nincs szükség. Üzemanyagunk van bőven. Van egy kis sérülés a kamionon, de az nem olyan vészes.
lesznek esetleg további sérülések, akkor majd keresek egy szervizt, és azt megjavítom. Na, végre megvan a bűvös 120. 120 fölött már azért mutatkozik némi instabilitás. Főleg a kanyarokba kell ügyelni rá.
hogy az autópályára sosem telepítenek szervízt. Szélkel.
nekem. Igen, ennél a lejárónál lemegyek jobbra. Rapácska. Így, és itt az a megérzésem, hogy itt lesz szervíz. A kamionban lévő károsodást, ezt meg tudjam. Igen, ott van a szervíz jobbra, nagyon jó, nincs messze. Hát szerintem egy olyan 15 ezer eurót le kell szurkolni. Gyors hajtás. Ez így. Mindjárt a szervízhez érek. Ez nem lesz nagy kitérő, ennyi belefér. Kamion legyen mindig jó állapotban. Az a lényeg. Piros lámpa az. Mondtam, az jelképes ajánlás. Megérkeztük a szervízbe. Nézzük. 60 ezer euró. Nagyon jó. Ingyen van. Meg volt a reggeli pénzköltés. Nem is reggeli, ez ilyen ebéd utáni. Fél egy van, fél kettő. Ahol ez a lámpa mindig piros. Jó, talált a GPS úgy nézem. Úgy látom, hogy rövidebb utat, mint ahogy ide jöttem. Való fordulás az sokkal biztonságosabb, és a fű se nő olyan magasra. Remélem megemberül magát a kamion. Meg kell kanyarodni. Hát úgy gondolom, ez az előzés még belefér. Mondtam, hogy belefér. Igaz, hogy egy kicsit lehorsoltuk a festéket, de az nem olyan vészes. 2%-os károsodás az szinte semmi. Még 247 km, ez 3 és 3 óra 20 percet vesz elvileg igénybe. Annak, aki 50-nel tötymörög, legközelebb ilyen alagútba átmegyünk szembe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Lesz az alagút. Lesz alagút, kipróbálom. Nem is tudtam, hogy itt van alagút. Nem jártam még erre. Most mondja meg valaki, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Mert amit tudok csinálni... Azt hiszem, hogy integetni is tudok, de ezzel nem mennék beljebb. De hogy ilyet, és én nem is úgy érzem, hogy nem is sem mondtam a hívás. Én még ilyen, de még tudok egy megoldást, az, hogy lecsatlakoztatom a pultra. Ops, lecsatlakoztattam. Nem van csatlakoztatva. Tudnám, hogy már kerekedik a gépet. Ezzel nincs más megoldás, ezt be kell. Ez be
bevontatjuk, vontatás a szervizbe, mi legyen, pótkocsi beállítása. Jó, legyen vontatás a szervizbe. Bécsbe! Jó, irány Bécs. Ilyet még nem tettem, hogy az egyik kamion felállt a másik. Nézzük egy javítást, mennyi lesz? 38 ezer. Jó. Irány horány. Így. Ez is izgalmas lesz itt Bécs városába. Én nem is értem. Mint hogyha pirosra hangolták volna az összes lámpát előttem. Ausztriából látom vissza.
Hát szervizt. Egészen biztos. Jaj, csak ne Bécsbe kelljen visszamenni, Brünn városába. Jó. Na nézzünk, egy gyors javítás. 72.000 euró. Rendben van. Nézzük meg, hogy lehet-e valahol pihenni. Megkerülöm ezt a tömböt. Keresztbe, és mintha nem vett volna észre. Nagyon fura. Megnézem, hogy történt a károsodás 200-dik.
piros nő jól tolja. Sietek, megerősítés. Elkéstem, tudom, látom. Van-e valami kis pénz? Maradt, majdnem 9000 euró. Folytatás. Viszont, indíts. Egy dolgot még kipróbálok. Az előbbét nagyon elkesített ez a 155-ös sebesség, úgyhogy kipróbálom, hogy vissza még az autópályára, onnan jöttem. És kíváncsiságból megnézem, hogy pótkocsi nélkül mennyit megy így a gép. Nem is tudom, melyik lenne a legjobb. Talán az, ha itt hajtok föl. Nem tudom, mit jelent ez, hogy a sárga itt nem folytatódik tovább. Azt jelenti, hogy itt nem lehet tovább haladni. Semmi nem tiltja. Nagyon jól gyorsul ez a paripa. 120. 130. 140. 150. Thank you.
162. Nézzük meg, van ez a 163 az elérhető-e vagy sem. Sem. Ez bizony a sem kategória. Meg is van a vontatás. Igen, visszamegyünk. Egy gyors javítás, és le is húzom már a rolót. Nézzük, ez a, mennyibe került ez a sebességteszt. Ottom 66 000 euró. Ennyi volt mára.